Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymelegvár konyhájában. A mai videóban egy málnás lájmos sajtorta elkészítését mutatom meg nektek, sütés nélküli recept, cukor és fehérliszt mentesen készült. Nem csak finom a málna és a lime kombinációja így együtt, hanem már készítés közben is nagyon-nagyon jó illata volt a lime miatt. Nem egy bonyolult sütemény, érdemes kipróbálni, ha követitek az instrukciókat, akkor tényleg nagyon egyszerűen elkészíthető, és egy elég kis ütős süteményt kaptok. A pontos hozzávalókat most is, mint mindig, megtaláljátok a videó alatti leírásban. Először a málna zselé réteget készítjük el, ehhez szükségünk lesz 200 g fagyasztott málnára, 3 darab labzselaténra, 5 g vagy ízlés szerinti négyszeres erősségű édesítőre, 1-2 evőkanál vízre. Kezdjük el melegíteni a fagyasztott málnát, és amikor már megpuhult, akkor passzírozzuk át egy szűrőn, hogy a kis apró magocskák ne kerüljenek majd bele a zselébe. Áztassuk be a labzselatinokat jéghideg vízbe, adjuk hozzá az átpasszírozott püréhez az édesítőszert, 2 evőkanálnyi vizet, majd ha jól felforrósodott és a labzselatinok megpuhultak, akkor csavarjuk ki és adjuk hozzá a még forró püréhez. Keverjük el alaposan, majd felhasználásig tegyük félre. A kekszes alap hozzávalói 170 g darált keksz, én a szokásos teljes kőlésű cukormentes kekszet használtam most is, 60 g vaj, amit majd megolvasztunk, opcionálisan lehet hozzá liofilizált málnát is adni, ez nem kötelező természetesen, de a lime-mal együtt, a fél lime reszelt héjával együtt egy nagyon különleges íze lesz a szokásos keksz alapnak, tehát egy picit különlegesebbé teszi. Ezen kívül egy 20 cm körüli átmérőjű tortakarikára lesz, vagy torta formára lesz szükség, aminek az aljába sütőpapírt tettem, az oldalára pedig waxfóliát. Keverjük hozzá a liofilizált málnát és a fél lime reszelt héját a darált kekszhez. Jó pofa kis pöttyös lesz ezektől a kis málna szemcséktől. Majd adagoljuk hozzá az olvasztott vajat. Keverjük el, és hogyha összeáll a kezünkben összenyomva, akkor nyomkodjuk a tortaforma aljába egy egyenes aljú pohár vagy egy sütipecsét segítségével. Ha jó alaposan lenyomkodtuk, tegyük a hűtőbe. Ha szobahőmérsékletűre hűlt a zselénk, akkor adjunk hozzá egy teáskanál lime levet és egy jó csipetnyi lime héjat. Ha elkezd behúzni a zselénk, akkor öntjük rá a kekszes alapra, oszlassuk el egyenletesen, majd rakosgassunk rá málna szemeket. Hát ez tetszőleges. Én a szélét körbe raktam, hogy kis hullámos mintázata legyen, mikor levesszük róla a tortakarikát. De ez tényleg ízlés szerinti, 250 g málnát raktam rá. És tegyük a hűtőbe. A krém hozzávalói 400 g bármilyen krémsajt, 300 ml tejszín, 4 darab labzselatin, fél kávéskanálnyi vagy ízlés szerinti vanília, 15-20 g négyszeres erősségű édesítő, másfél lime héja és 4-5 evőkanálnyi lé, de ez ízlés szerinti. A tejszínt tegyük be felhasználásig pár percre a fagyasztóba, a labzselatinokat pedig áztassuk be jéghideg vízbe. A krémsajthoz adjuk hozzá a vaníliát, az édesítő egy részét, alaposan keverjük el vele, majd a jól lehűtött tejszínt kezdjük el felverni. Ha elkezd habosodni, adjunk hozzá az édesítőből, nem kell keményre verni, a tejszint maximum 50%-osra. És ezután kezdjük el hozzáadagolni a krémsajtos részhez, majd együtt verjük tovább. Nem kell nagyon kemény krémet kapnunk, mert a málna szemek közé be kell majd folyjon a krém. Ezután adjuk hozzá a lime héjat és a lime levet, most ez a lime lé és az édesítő, ez csak egy körülbelüli mennyiség, amit én mondok, mert ez mindenki más. Nekem például egy picit savanykás volt a krém, de például a család többi tagja azt mondta, hogy pont jó, tehát én elbírtam volna édesebben is, de én eléggé édes szájú vagyok, tehát ez tényleg, mikor itt elkészítitek a krémet, akkor kóstoljátok meg, és ha kell, még édesítsétek, vagy savanyítsátok. Ha jó alaposan elkevertétek, akkor a már felázott labzselatint mikróban olvasszátok fel, majd hőkiegyenlítést végezve kell hozzá keverni a krémhez. Ha jó alaposan elkevertük, akkor a közben már megdermedt hűtőből kivett málnás keksz alapra rá kell kanalazni,
Először csak egy nagyon picit, hogy a málna szemeket ellepje, és akkor itt tényleg oda kell jól ütögetni az asztalhoz, vagy rázogatni, vagy oda csapkodni, hogy bemenjen a málna szem közé is a krém, majd így rátenni a többi krémet. Ezután tegyük a hűtőbe 4-6 óra hosszára, de legjobb egy éjszakára, hogy az ízek összeérjenek, majd díszítsük ízlésünk szerint. Én málnával, egy nagyon kevés áfonyával, lájmmal és liofilizált málnával díszítettem, és egy-két szál vagy levél mentát is tettem rá. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!